Köszöntöm nézőinket, Dobos László polgármester úrral beszélgetünk a Városház előtt, hiszen mögöttünk javában zajlanak a munkálatok, járdát javítanak. Az ősz az mindig a járdajavítások időszaka, és az önkormányzat idén is fontosnak tartotta ezt. Hát itt most nem csak az ősz volt a járdajavítások időszaka, hanem tulajdonképpen a jó idő beálltától kezdődően folyamatosan mentek a kátyúzások, és ennek apropóján természetesen a járdajavítások is. Valóban a jó időt szeretnénk kihasználni, és azokat a járdaszakaszokat, útszakaszokat felújítani, amelyekre szükség van, és amelyek szükségesek. Hát éppen itt mögöttem a Városháza előtti járdaszakasznak a felújítása zajlik. Örülünk, hogy ez is megtörténik, hiszen nagyon lelakott volt már ez a járdaszakasz. Természetesen, ameddig a idő és a pénzkeret engedi, ahogy megígértük, folytatni fogjuk ezeket a munkálatokat. Egy másik nagy beruházás is kezdődik, ami nem önkormányzati beruházás, de aki most a Püspökladány úton közlekedik, úgy gondolom, hogy elviseli azt a nehézséget, ami miatt esetleg egy kis terelőútra kényszerül, hiszen elkezdődött a laktanyától tartó egészen a Madarasig az útfelújítás. Szerintem egy évtizede várunk erre. Hát, ha nem is egy évtizede, hosszú éveken keresztül szerettük volna már, hogy ez a bizonyos 3401-es útszakasz megújuljon, ami valóban a laktanyától, a 4-estől indul, és Madarasig tart. Nem kell szerintem a karcagiaknak elmondani, hogy milyen állapotban volt már ez az útszakasz. Mindenképpen megérett arra, hogy megkezdődjön a felújítása, és végre el is indult ez a nagy-nagy beruházás. Hát egy kis kényelmetlenséggel mindenképpen jár, hiszen ez az útszakasz érinti Karcagnak a belvárosát is, a Püspökladányi utat, a Kálvin utat, a Madarasi utat, de ezzel együtt ebből csak a hasznunk származik, hiszen egy megújult úttesten lehet majd a későbbiek folyamán közlekedni, és hát nem utolsó sorban a maga a két települést összekötő útszakasz is megújul, és hát sokkal biztonságosabbá, kényelmesebbé teszi a ottani közlekedést. Miután ez nem önkormányzati beruházás, így nagyon a beruházásról adatokat nem nagyon tudunk, de sajtóhírek szerint olyan jövő nyára fog elkészülni. Alapvetően a végső befejezése az én információm szerint is majd tavasszal fejeződik be, de a jó időt kihasználva ez az útszakasz azért olyan állapotba fog kerülni, hogy sokkal jobb lesz már, mint amilyen volt, és én úgy gondolom, hogy körülbelül olyan, ezt persze csak satszolni lehet, 60-70%-os rendben fog megtörténni a térbeáltáig ennek az útszakasznak a felújítása. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos beruházás lesz. Lesz esetleg az önkormányzatnak arra pénze, hogy újabb utakat építsen, vannak-e ilyen igények, hiszen a kertekben is láttuk, hogy útalapok készülnek. Természetesen lehetőségeinket kihasználva ezeket is folyamatosan fejlesztjük, javítjuk. Éppen egy pár perccel ezelőtt fejeztem be egy tárgyalást egy olyan céggel, amelyik könnyen lehet, hogy rendelkezésünkre bocsájt olyan építési törmeléket, amivel újabb kerti utaknak a felújítását tudjuk végrehajtani. Akkor azt hiszem, ez egy jó hír, így a riportunkban, és akkor, hogyha konkrétumokat tudunk mondani, akkor visszatérünk majd rá. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget!